Tisztelettel köszöntöm Önöket, jó estét kívánok! A mai egyenes beszédet egy íróval, festőművésszel, nem utolsó sorban divattervezővel. Kezdjük Nárai Tamással. Szervusz Tamás! Szervusz, jó estét kívánok! Itthon vagy, és örülök, hogy itt vagy. Köszönöm. Itthon vagy? Igen, itthon vagyok. Egy születtem. És van hova hazajönnöd? Van hova hazajönnöm. Most például tegnap Debrecenben voltam, édesanyám ott él, és nagyon jó volt. Ez nem azt jelenti, hogy te felszámoltál itt mindent, hanem voltak éppen csak az életteredet, az élethelyedet tetted át egy másik országba. Te hiszel a sajtónak? Hát ha tőled származnak a sajtót etető információk, akkor kénytelen vagyok. Hát nem, én csak azt mondtam, hogy a varrodámat felszámoltam, a varrodában eladtuk a gépeket, és még a szabászasztalunkat is elvitték, ez mondjuk így igaz. De hát azt én sehol nem mondtam, hogy akkor most aztán fú, és mindent, és az utolsó nadrágot és válfát a kukába, és nem. Hát az kétségtelen tény, hogy a súlypontok áthelyeződtek, és ez alatt a bő 4-5 hónap alatt úgy tűnik, hogy ki van kövezve az utunk, és meg tudom találni a számításaimat. Miért Spanyolországban is. Ugye Franciaországban éltél a rendszerváltozás igen, előtt. Igen. Adta volna magát, gondolom én, hogy hát visszamész oda, annyi ismerősöd van, ismered az utcákat is. Igen. Nyilván. Spanyolország egy másik világ. Másik világ. Párizs egy nagyon zajos város. Mindenféle szempontból pezseg tele van élettel. Én most már egy picit nyugodtabb körülményekre vágytam. Az utóbbi 10-15 évben nagyon sokat voltam Spanyolországban, Barcelonában és a környékén. Nagyon megtetszett, és nagyon nyugodtnak, nagyon kedvesnek találtam azt a vidéket, és arra az elhatározásra jutottam, hogy ha egyszer majd megidősödöm, akkor én szívesen eltölteném ezen a vidéken az időmet. Mi jobb ott, mint itthon? Hú, nagyon nehéz ezt összefoglalni. Összességében véve azt gondolom, hogy a légkör egészen más. Nem, biztosan az is közrejátszik, hogy én azért ott még inkognitóban élek, bár van egy galériánk, és egyre népszerűbb lesz Spanyolországban is, úgyhogy rombolom szétfele az inkognitómat szépen csendesen. De hogy... Ők úgy tudják, hogy a Barcelonában, vagy Barcelona mellett ők úgy tudják, hogy én művész, vagy egy magyar festőművész? Ők úgy tudják, hogy én egy festő vagyok, egy magyar festő, aki Barcelona mellett él. Aha, tehát akkor azt tudják, hogy már ott vagy. Igen. Hát előbb-utóbb rád találnak. Hát igen. Szóval, hogy így meg a képek révén. Tehát, hogy más a légkör, más típusú emberek, az a típusú viselkedés vagy karakter az én hozzám sokkal közelebb áll, mint mondjuk ez a kelet-európai viselkedési karakter. Az milyen? Az ottani, vagy az itteni? Mert akkor ahhoz képest el tudjuk helyezni az övékét. Hát egy kicsit itt túl sokat érdeklődnek, tudod? És mi iránt? Bármi iránt, ami veled kapcsolatos, a magánéleted iránt, a pénzed iránt. Kicsit túl sok az érdeklődés, kicsit túl sok a véleményezés, kicsit túl sok az ítélkezés, kicsit túl sok a... Tehát mindenből túl sok. Ezt én értem, de hát amikor te egy híres ismert divattervezővé váltál, igen, akkor tulajdonképpen egyúttal valamilyen szinten celebbé is váltál. Aki iránt érdeklődnek, és számtalan kérdést fognak feltenni. Ezzel nem számoltál, amikor elkezdted a pályádat? Nem szeretnék naívnak tűnni, de hogy nem számoltam bele abszolút, hogy ez lehetséges forgatókönyv. Ugyanakkor mégis meglepett, hogy a személyem sokszor fontosabb volt, mint a kollekció, amit a kifutóra állítottunk. A kollekcióról nincs pletyka, rólad meg lehet terjeszteni. Igen, valamit, hát mindenféléket lehet egyébként, igen. De hogy ez azért, szóval én mai napig sem tudtam attól az alaptézistől elvonatkoztatni, tudod, hogy szerintem ahhoz, hogy milyen a divattervezői volt, vagy a jelenlegi írói, vagy festői munkásságom, ahhoz egyébként a privát életemnek nem sok köze van. Hát egyébként alapvetően persze semmi. Legalábbis nyilván van, mert nyilván látszik az írásaidban az, hogy persze, milyen a Nárai. Persze, és én nagyon szívesen osztok meg. Nyilván a képeidből látszik valami. Persze, aki érti a képzőművészetet, az pontosan tudja, aki tud olvasni a sorok között a könyveimben, az is pontosan tudja. Meg én szívesen osztok meg olyan dolgokat, hát semmi titok nincsen az én életemben, tök normálisan élek, tehát semmi olyan történet nincs, amit nekem takargatnom kellene, egyebek.
Ez nem azt jelenti, hogy mindenről hajlandó is vagyok beszélni, de aki olvas és lát, az lát bizonyos dolgokat, és akkor én azt gondolom, hogy ebben legyen elég, mert anyukám mindig mondta, hogy annak kell határt szabni, aki ad, mert aki kér, soha nem fog. Anyukád bölcsember. Nagyon. Ez jó ez a mondás. Viszont én nárai olvasó vagyok, és Facebookon is, nem csak könyvformájában. Azt írtad, amikor elköltöztél, hogy amikor 89-ben hazatértél, akkor nagyapád szólt, hogy vigyázz. Igen. Mert hogy 25 év múlva lesz ebben az országban igazán nagy baj. Igen. Igaza volt? Hát figyelj, én azt gondolom, hogy erről a kérdéskörről nem mi vagyok történész, nem értek hozzá. Én sok helyzetben éreztem magam itthon kínosan vagy kellemetlenül. Engem zavar ez a fajta ítélkezés, ez a pártba sorolódás, ez a kétoldalíság, ez az ellenségképgyártás, ez a nem ellenfél, hanem ellenségnek tekintés, ezek az antagonisztikus és műmódon felszított antagonisztikus ellentétek, ez a kibékíthetetlenség, ez a másiknak az utálata, gyűlölete, ez engem személy szerint zavar. És tulajdonképpen igazából, hogy mondjam, nem gondolnám én azt, hogy meg tudom váltani a világot, pont ezért azt gondolom, hogy ha ez engem zavar, akkor nekem tovább kell lépni, és akkor olyan helyre kell elmennem, ahol ezzel nem kell szembesülni. Mondtad az előbb, hogy ma író vagy meg festő elsősorban. Azt is írtad egyszer korábban, hogy megjöttek az influencerek meg a youtuberek, és ezzel minden vacak eladhatóvá vált, nem érdemes Igen. divatot tervezni. Igen, ez így van. Mert hogy a vacakot is elsózzák ők nekünk? Persze, hát minden marketing. Az égvilágon minden marketing. De akkor az is marketing lenne, hogy tőle megveheted ezt, de tőlem nem ilyet kapsz. De az embereket ma már nem nagyon érdekli a minőség. Szóval pillanatnyi elérések vannak, azonnali vágykielégítések vannak, sok az egyszer használatos, tudod, és ez az injekciós tűtől, a szandálon keresztül a kapcsolatokig igaz. Gyakorlatilag semmire sincs idő, minden rohan, egy olyan fajta száguldás van, aminek nem lehet tudni, hogy mikor csattanás a vége. Ez nem kell divat. Lesz olyan, amilyen lesz, nem tőled származik. Igen, igen, abszolút. Viszont írsz. Megtanultál már? Én, amikor az első könyved megjelent és beszélgettünk az utolsó reggel Párizsban arról, akkor azt mondtad, hogy hát te csak írtál, de hát te nem tudod, hogy kell ezt csinálni, de hát most már a negyedik. Igen. Hát a negyediknél már tudja az ember? Magabiztosabb vagyok, szóval őszintén bevallom, magabiztosabb vagyok. Azt én nem tudom megítélni, hogy ez milyen szinten van pillanatnyilag, de az biztos, hogy lényegesen könnyebben megy, mint amilyen korábban volt, lényegesen több szót használok, lényegesen több mélyebb fordulattal tudom ábrázolni a személyeket, a jellemeket, a cselekményeket. Tehát, hogy magabiztosabb lettem ebben a dologban. Bátorság kérdése? Szerintem az is, de közben meg azt is figyelnem kell, hogy az első könyvemnek is volt azért egy felismerhető stílusa, és abban a stílusban szeretnék maradni, mert azt szerették meg az olvasói. Ez a Zara sorozat még mindig, ugye? Igen. Ennek a harmadik az Zara álma. Befejezed? Most lesz vége, igen. Mert ugye vannak olyan sorozatok, amiket a szerző egyszerűen nem bír elengedni. Agatha Christie járt így, hogy beleszeretett a saját hőseibe, és addig írta, amíg élt. Igen. Na most nem, ez most már ennek vége lesz, ennek a sorozatnak. Ez azt is jelenti, hogy megvan a következő a fejedben? Vagy az íróasztalodban? Hát kettő van, mert az utolsó reggel Párizsban című nagy sikerű könyvnek, mert tényleg nagy sikerű könyv volt, a 10. kiadása van, lesz egy folytatása, aminek az a címe, hogy Volt egyszer egy varrodám, az a főhősnek a visszaemlékezései lesznek. Hát ilyen érdekes áthallások vannak itt. Tehát ott apám jobb, hogyha kapaszkodunk, mert abban minden benne lesz, ami vaszgótunk trágára, hogy szoktuk mondani, és akkor utána pedig őszre szeretnék, ez hamar fog menni, mert ezt ilyen düböl kiírom, és kész, ez hamar fog menni, és aztán utána elkezdek egy valószínűleg megint folytatásos családregényt, ami 1919-ben indul, és egy
olyan lengyel családról szól, akinek a leszármazottai végül is Magyarországon élnek, és Magyarországon találják meg sok-sok hányattatás után a boldogságukat. A 20. századnak volt egy szakasz, amikor rengeteg lengyel érkezett ide Magyarországra, tehát nem a világtól elrugaszkodott történet, ez nyilván. Te ott Barcelona környékén magyaroktól mentesen, vagy magyarokkal körülvéve élsz? Tartunk valamennyi kapcsolatot több magyar emberrel, de nincs ilyen, tehát nem úgy kell ezt elképzelni, mint mondjuk az 56-os évek után a Las Vegas-i vagy a New York-i magyar kolóniát. Vannak ilyen csoportok, és hogyha mondjuk valakinek valami problémája van, baja van, vagy valamit el kell intézni, akkor azért úgy összetartóbbak a magyarok. Amire persze mondhatnánk azt, hogy milyen furcsa, hogy összetartóbbak a magyarok, de egy bizonyos típus van kint, és akkor az persze, hogy összetartóbb. Meg hát 2000 valahány száz kilométerre van Magyarországtól, az mégiscsak egy kicsit más, igen, de könnyítő sokan, helyzet. Igen, de azért sokan vagyunk, mert például ez a barcelonai csoport, ez több mint 20 000 fős. Az igen, ezt nem is tudtam. Igen. Ez nagyon komoly kolónia. Igen. Na még egy utolsó. Mennyire figyeletű, mi történik itthon, vagy mennyire engeded el az elmúlt fél évben? Nem tudom 100%-ig elengedni. Tehát sokszor mondják, az emberek vádaskodnak azzal, hogy persze elmentusztam, visszafele köpköd meg minden, de én nem akarok visszafele köpködni, csak én azt gondolom, hogy valami azt súgja nekem belülről, hogy ez valahogy nem a helyes irány. Tehát, hogy értek én mindent, meg minden oké, legyen pohár, tévé, körömlak, amit akarunk minden az égvilágon, csak hogy annak előbb-utóbb egy nagyon nehezen átvészelhető és túlélhető következménye lesz, hogyha mondjuk velem örökké azt tanítják, vagy nekem örökké azt sugallják, hogy én téged utáljalak azért, mert te kopasz vagy. Mert előbb-utóbb, hogyha olyan az én pszichém, akkor ez hatással lesz rám. És ez nem jó, ez nem szerencsés dolog. Én ezt gondolom, de nem tudhatom, mert én se vagyok se polihisztor, se látnok, se nem tudom én bármi egyéb, de az biztos, hogy azok a olyan gondolatok, amik kimondásra kerülnek, és a viszály magvait hintik gyakorlatilag minden pillanatban el, azokból előbb-utóbb szárba szökken valami, ami nincs a helyén, és sok-sok problémát okozhat. Azért a legközelebb hozzájössz meg ingyire. Eljövök. Köszönöm szépen. Nárai Tamás volt a vendégünk.